Az elmúlt időszakban töröltem több mint 50 videómat, de hogy miért, és miért fogod te is törölni pár videódat, miután a végére értünk, kiderül a mai videóból, úgyhogy ne is húzzuk tovább az időt, vágjunk bele! Kicsit jobb intróra cseréltem a régit, úgyhogy remélem tetszik, de vágjunk is bele, miért töröltem 50 videómat? Nagyon egyszerű lesz erre a válasz, viszont előtte egy nagyon rövid kis kitekintés. Egy tesztcsatornán van egy videóm, amit 2015. november 30-án töltöttem fel, ez egy ilyen elég kis, úgymond mókás videó, tulajdonképpen egy kísérlet volt, egy teszt, és egy random csatornámon van, amit már régóta nem használok. Viszont ezt a videót nem nézte meg senki. Szóval évek óta fent van ez a videó, és senkit nem érdekel. Viszont történt az elmúlt pár napban egy hatalmas változás, ugyanis valamiért felkapta az algoritmus, és megnézték több mint 90 ezren, illetve feliratkozott több mint 355 ember. A forgalom nagy része, tehát több mint 80%-a pedig a javasolt videókból jött, szóval a YouTube úgy döntött, hogy megpróbálja ezt a videót megmutatni több embernek, és megnézni, hogy tetszik-e nekik. Ez a dolog a YouTube-ban nagyon-nagyon jó dolog, és nagyon-nagyon szeretem, hogy míg más social oldalakon kiraksz egy tartalmat, és eltűnnek a süllyesztőbe, mondjuk egy Instagramon, a YouTube esetén ez teljesen máshogy működik, és ha mázlid van, akkor régi videóid foghatja az algoritmus, és azt mondja, hogy megnézzük, hogy tetszik az embereknek, és beajánljuk. Nyilván ez a csatorna már rég halott, szóval igazából tök mindegy, hogy feliratkozott ez a 300 ember, vagy nem iratkozott fel, vagy mi a videó témája, de a te bármelyik videóddal is eljátszhatja ezt a YouTube, és ha tényleg egy jó videó, és tényleg erről szól a csatornád, és aktív a csatornád, akkor nagyon jól járhatsz az ilyen kis ajánlásokkal. Egyébként nemrég jött ki erről videóm, hogy lehet ezt a hype-ot előidézni akár neked is, úgyhogy majd a leírásban a videó végén csekkold. Viszont most térjünk vissza a törölt videókra. Ugyanis azt mondtam az előbb, hogy ez bármelyik videóddal megtörténhet, viszont nem szeretnéd, hogy bármelyik videóddal megtörténjen, hiszen az ember, ahogy csinálgatja a YouTube csatornáját, felkerül rengeteg videó, jobb esetben, és idővel, ugye te is fejlődsz, egyre jobbak lesznek a videóid, akár mondjuk stílust is váltasz, stb. Szóval érdemes néha visszamenni, és megnézni a régi videóid. Egyrészt lehet, hogy már nagyon rosszak azok a régi videók, ilyenkor érdemes törölni őket, hiszen ha megcsinálja ezt bármelyik videóddal a YouTube, és mondjuk pont egy rossz videódat kezdi el kiajánlani, akkor az új emberek, akik megtalálják a csatornádat, ránéznek, és azt mondják, hogy fú, hát ez egy borzalmas videó, nyilván nem fogják azt megnézni, hogy ez egy régi videó, nyilván nem fogják megnézni az újakat már ezek után, és elkönyvelik, hogy hát ez a csatorna egy szar, szóval minek feliratkozni. Első és legfontosabb eset, amikor régi videódat megéri törölni, vagy privátra rakni, az az, amikor visszanézed és rájössz, hogy ez egy rossz videó, nem szeretnéd, hogy valaki ezt lássa tőled először. A második eset, amikor megéri videót törölni, az 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 eset, amikor nem tartozik a nisedbe az adott videó. Én mostanában rengeteg ilyen videót töröltem, amik fent voltak, rosszak is voltak, és nem is feltétlen tartoztak már úgy a YouTube-hoz, hanem ilyen tök más témákba kerültek fel, mondjuk füstbombás fotózás, vagy beauty fotózás, szóval, hogy ezek már abszolút nincsenek nagyon a csatornámon, vagy ha vannak is nagyon ritkán és máshogy. Illetve van még egy harmadik eset, amikor mondjuk elavult egy-egy videód. Tegyük fel, mondjuk most készítek a bevétel szerzésről egy videót, és eltelik mondjuk másfél év, és bejön két új pont a bevétel szerzésre. Nos, fent volt egy videóm, ami tök jó volt, sőt, jobb volt, mint a mostani, ami felkerült helyetten, de ez lényegtelen. Szóval fent volt egy videóm, amiben az információ picit elavultak, szóval ezt a videót is töröltem, és felkerült a helyére egy új, egy frissített változat. Ilyen esetben is érdemes törölni egy-egy videót, hogyha elavul, már nem megfelelőek az információk benne, mindenképpen érdemes elrejteni ezeket, hiszen ez is egy csalódás, hogyha az ember rámegy a csatornádra, és látja, hogy ez már nem működik ez a technika mondjuk, akkor csalódik benne, és ugyanazt eredményezi, hogy azt fogja mondani, hogy ez nem egy jó csatorna, nem iratkozok fel. Szóval jó, összefoglalva a dolgot, az elmúlt időszakban sok videómat töröltem, mivel átnéztem a teljes csatornát, és úgy voltam vele, hogy azok a videók, amik nem olyan jók, vagy esetleg ilyen tök értelmetlen kontentek, vagy elavultak, vagy már nem tartoznak a csatorna nisébe, azok jobb, ha mennek, és ezáltal
teret adok a YouTube-nak, hogyha valamelyik videómra úgy gondolja, hogy hát ezt kiajánljuk, mert nagyon jó, akkor az olyan videó legyen, amivel most is foglalkozok. Szóval, ja, érdemes neked is néha legalább mondjuk fél évente vagy évente egyszer végigmenni a csatornádon és átnézni, hogy ezek a videók biztos, hogy jók-e még, biztos, hogy fent maradjanak-e, biztos, hogy szeretném, hogy először találkozzon valamelyikkel az ember, vagy már abszolút nem nézi senki, eddig se nézte meg mondjuk sok ember, ezután se számíthatunk arra, hogy megnézze sok ember, szóval igazából csak a helyet foglalják, és még akár, hogyha kiemelést kapnak, akkor árthatnak is a csatornának. Szóval, ja, ezért töröltem több mint 50 YouTube videómat, úgyhogy, ja, valószínű te is most átnézed majd a csatornád is, legalább egyet szerintem te is fogsz találni, és törölni fogod. Ez egy ilyen mini videó, mini tippel, köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszi, hogy végignézted a videót, és bármi észrevételed vagy kérdésed van, jöhet a komment szekcióba, köszi a csatornatagoknak a támogatást, találkozunk a következő videóban, addig is, ciao!